Csak nem megduplázódott a szombati haiti földrengés halálos áldozatainak száma, már csak nem 1300 halottat tartanak nyilván. Több tízezer család maradt fedél nélkül, akiket ráadásul most egy trópusi ciklon is fenyeget, ami hamarosan lecsap a térségre. Az ítéletidő miatt a hatóságoknak alig maradt idejük a mentésre és a romáltakarításra. Folyamatosan dolgoznak a munkagépek Lökály városában, Haitin, miután szombaton egy 7,2-es erősségű földrengés rázta meg a karibi ország délnyugati részét. A romok alól egyre több embert emelnek ki, sajnos azonban többségüket már nem tudják megmenteni. A hivatalos jelentések szerint hétfőre megközelített az 1300-at a halálos áldozatok száma, és csak nem 6000-en sebesültek meg. A katasztrófában mintegy 14000 ház teljesen megsemmisült, és még ugyanennyi megrongálódott. Több ezen ember kénytelen napok óta idéglenes sátortáborokban tölteni az éjszakát. A földrengés óta egy futballpályán élünk, sokan vagyunk itt, mert a házunk összedőlt, a vizet a hatóságok hozzák, mert az itteni ihatatlan. Néhányan lemondtak a kapott vízről, és a rossz minőségűt isszák, hogy mindenkinek jusson, panaszolta egy asszony. Hamarosan azonban a nyílt téren sem lesznek biztonságban a helyiek, ugyanis várhatóan hétfőn éjjel egy ciklon éri el Haitit. A mentést és a romáltakarítást is be kell fejezni, mielőtt lecsap az ítéletidő. Fel kell készülnünk a Grace nevű trópusi viharra, amely az előrejelzések szerint 24 órán belül eléri partjainkat. Szükségünk van egy készenléti tervre, hogy időben figyelmeztethessük a fedél nélkül maradt embereket, akik félelemből az utcán alszanak. Ebből a szempontból is sok a dolgunk, magyarázta a helyi polgári védelem vezetője. Több környező ország is segélyszállítmányokat indított útnak Haitire. Az Egyesült Államok parti őrsége 65 fős mentőcsapattal és felszereléssel támogatja a túlélők utáni kutatást. Mexikó, a Dominikai Köztársaság és Kolumbia pedig közösen 14 tonna élelmet, orvosságot és létszükségleti cikkeket vitt a bajba jutottaknak. Kolumbia a humanitárius segély mellett egy 30 fős mentőcsapatot és két keresőkutyát is küld, nyilatkozta a szállítmányért felelős egység vezetője. A segélyszervezetek és a mentőcsapatok munkáját azonban nehezíti, hogy a szigetországot a koronavírus járvány is sújtja. A bűnbandák folyamatosan hátráltatják a konvojok haladását. Emellett Haitit politikai válságba sodorta, hogy alig két hónapja meggyilkolták az ország elnökét. Ráadásul még a 11 évvel ezelőtti földrengés sem heverték ki, amelyben több mint 222 000-en haltak meg, és több mint 1 millióan váltak földönfutóvá.